A magyar Podcast. Dél -Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast hallgatóit, én Tímák Kriszta vagyok, beszélgető társam pedig Bosnyákovics Tünde megyei tiszti főorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. Az első kérdésem, hogy van-e járvány? Jelenleg influenza járványról nem beszélhetünk, de azt mindannyian észleltük, hogy már az elmúlt év végén, november-decemberben rengetegen voltak betegek körülöttünk, rengetegen küzdöttek légúti tünetekkel, tehát a megbetegedések itt vannak körülöttünk, a kórokozók itt vannak, viszont tényszerűen influenza járványról még nem beszélhetünk. És mi a covid -dal? Mert ugye most már gyakorlatilag így a téri szezonban nem csak influenzáról kell beszélnünk, hanem a COVID-ról is. Már az elmúlt évben is tapasztaltuk azt, hogy a COVID-19 megbetegedése és az influenza megbetegedés ezek versenyeznek egymással, amíg a COVID áll nyerőre, sajnos ezt így kell mondanom, addig nincs nagyon jelen az influenza, később jellemzően így január végén, február elején a COVID visszavonulót fúj, és ekkor szaporodnak meg az influenza-szerű megbetegedések. Van egyébként annak jelentősége, hogy minek nevezzük? Ugye nyilván mondjuk két évvel ezelőtt azért az, hogy COVID az kicsit más jelentett, mint most. Én azt gondolom, hogy szinte mindegy, hogy miben betegszik meg az ember, legyen az COVID-vírus vagy influenza, az a lényeg, hogy meggyógyuljon. És az a lényeg, hogy megfelelően kezeljük ezeket a megbetegedéseket. Ahogy mondtam, vírusokról van szó, tehát célzott. Terápia nincs, viszont mind a kettő vírusfertőzésre jellemző az, hogy nagyon könnyen felül fertőződik, jönnek a baktériumok, ilyenkor már kialakulhat egy bakteriális tüdőgyulladás, egy arcüreggyulladás, Tehát nagyon fontos az, hogy eleinte tüneti kezelést kapjon valaki, később, ha szükséges, akkor antibiotikum terápiában részesüljön. Mennyire súlyosak most ezek a tünetek? Tehát mennyire komolyan vehető. Nyilván ezt azért kérdezem, mert nagyon sok ember úgy van vele, hogy oké, okay, köhögök egy kicsit, vagy nem tudom, folyik az orrom, attól én még munkaképes vagyok. Mind a COVID-19 megbetegedésnél, mind az influenzánál azt kell mondanom, hogy ez teljesen egyéni. Tehát van, akik átmennek akár a COVID-on, akár az influenzán egy, egy enyhe köhögéssel, egy náthával vannak, akik nagyon súlyos tüdőgyulladást kapnak, akár a COVID-tól, akár az influenzától. Amit a COVID-nál tapasztaltunk, az, hogy a megbetegedés után egy olyan két-három héttel izületi panaszok is kezdődnek, amik akár hetekig elhúzódhatnak, illetve nagyon hosszú, elhúzódó köhögés állhat fenn, és nagyon fontos, hogy ezt a köhögést, ugye ennek az okait, ezt feltárjuk, illetve nagyon fontos az, hogy ilyenkor valamilyen nyákoldó terápiát kapjon az a személy, aki folyamatosan köhög, hiszen csak így fog majd előbb-utóbb meggyógyulni. Mi a teendője annak, aki mondjuk olyan szerencsés, hogy azon kívül, hogy köhög, vagy valami kis enyhe influenzerszerű tünete van, sok gonddal nem küzd. Én azt gondolom, hogy ha csak megteheti, ha olyan a munkája, akkor, akkor maradjon otthon ebben az időszakban. Mindenképpen vegyünk föl egy maszkot, ugye eldobható maszknak hívják, ez azt jelenti, hogy rendszeresen cserélnünk kell. Tehát, hogyha nem is erősek a tüneteink, akkor is figyeljünk arra, hogy a munkatársainknak ne adjuk át a kórokozót. Ha családban vannak idősebb, krónikus betegek, vagy legyengült, immunrendszerű személyek, akkor őrájuk nagyon vigyázni kell. Ugye megint más kérdés, hogyha valaki egészségügyi intézmény, Szociális intézményben vagy kisgyerekekkel dolgozik, ilyenkor fontos az, hogy ő ne menjen el ebben az időszakban dolgozni, maradjon otthon és gyógyuljon. Amint mondtam, speciális kezelés nincsen, viszont nyilván lehet láscsökkentést alkalmazni, illetve orcseppeket. Nagyon fontosak, hasznosak lehetnek a legegyszerűbb infralámpák, pihenjen, és hogyha ennek ellenére mondjuk egy lázas állapot után a tünetei nem javulnak, hanem mondjuk ismételten be lázasodik, vagy kezdődik egy nagyon erős, elszíneződött orfolyás, súlyosbodik a köhögés, esetleg nehéz légzés jelentkezik, ugye akkor nagyon fontos, hogy forduljunk orvoshoz, hiszen akár a köhögés, a nehéz légzés egy, egy tüdőgyulladásnak lehet a tünete. Mennyire gyakoriak most ezek a súlyosabb tünetek? Vannak, tehát ugye mi figyelemmel kísérjük az egészségügyi ellátórendszernek az adatait is, tehát minden héten azt mondom, hogy vármegyei szinten egy négy-öt ember lejelentésre kerül, akinek súlyos légzőszervi tünetei vannak. Ennek a hátterében nem csak a COVID igazolódik, hanem gyakorlatilag a COVID vírus, az influenza vírus, illetve az RSV is jelen van, mindegyik okozhat súlyos tüneteket. Mindig hangsúlyozzuk, hogy akár a védőoltások 60 év felett, illetve a krónikus megbetegedésekkel küzdőket sokkal fontosabbak lennének. Ez azért van, mert maga a megbetegedés is őket fogja rosszabbul érinteni, kvázi egy alapbetegséget Alapbetegséggel küzdő személy még rosszabb állapotba kerülhet, ráakaszkodik ez a vírus, és ez sajnos akár végzetes is lehet. És még a tapasztalatok, ugye a nagy Covid oltakozás után visszaesette az oltakozás, hát ugye most már a Covid ellen is van újfajta vakcina, illetve nyilván, ahogy említette, az influenza ellen is. Ugye már évek óta van, de hogy ez vajon mennyire veszik fel ezt az oltást? Én most azt látom, hogy az influenza védőoltások iránt megnőtt az érdeklődés. Most jobb számokat láttunk. December elején volt egy összesítés, aztán majd január végén lesz. Nagyobb számokat, nagyobb arányokat láttam, mint az elmúlt évben. Különösen megnőtt az érdeklődés. Van egy új oltóanyag, gyakorlatilag ugye gyerekeknél ez a Fluence Tetra nevű orspré, ezt nagyon szívesen adatják be a szülők, hiszen ez nem jár szűréssel, csak az orba kell fecskendezni. Viszont amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy a három fluárt, a Vaxigrip tetra, ezek előtt oltóanyagok, tehát ezeket az oltóanyagokat kifejezetten jelöl, ajánljuk immunszuprimált, legyengült immunrendszeri betegeknek, személyeknek. A Fluence tetra az élő legyengített vírus. Tehát kifejezetten ellenjavalt a gyenge immunrendszerű gyermekeknek, személyeknek. Tehát mindenképpen, amikor azon gondolkodunk, hogy melyik oltóanyagot válasszuk, akkor ezt a döntést az orvosra kell bízni, gondosan felül kell vizsgálni azt, hogy kinek adjuk be ezt az oltást, és mikor. Mik az előrejelzések az influenza az tetőz, tehát magasabb szintre kerül még, vagy már tetőzött és lassan visszavonul? Általában így február elején szokott ö, ö, bekövetkezni az, hogy az influenza-szerű megbetegedések elérik a járványos szintet. Mi már a múlt hétre vártuk azt, hogy esetleg a járvány átlépjük, viszont visszaestek a megbetegedési számok. Holnapi napon lesznek újabb számaink, de én azt gondolom, hogy a vírus itt van velünk. Észleljük, hogy betegek a környezetünkben az emberek, tehát előbb-utóbb egy-két héten belül el fogjuk érni a járvány küszöbet, és ekkor ugye a fekvőbeteg intézményekben el kell rendelni a látogatási tilalmat. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget kívánunk, ne legyen szükség ezekre a tanácsokra. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.